Sziasztok, üdvözletem minden szagymazó, itt se szálltam még le soha a vonatról. Most egy újabb utazás lesz, mégpedig a Szegeden a Fehértori Hallgazdaságban lesz most úgymond rendezvény, amikor lehet utazni a kis vasúttal, ami ott van. Na, így néz ki akkor a szagymazi állomás váróterme, TTC-vel. Na, és akkor látjátok, itt van a busz megálló, de majd abban nekem menni kell az a túloldalt lesz, most viszont itt van egy busz. Úgyhogy ezt megvárjuk, még elmegy. Mert valószínűleg itt fog megfordulni. Úgyhogy azért is gondolom, hogy innen majd le tudom videózni. Aztán majd úgy is lesz még időm, akkor majd bemutatom Szatymaz állomást is. Ezt eddig amúgy is csak vonatból láttam. És megérkeztünk, itt vagyunk a Halász csárdánál, és valahonnan innen indul a kis vasút, és egyenlőre át kéne jutni a túloldalra. Ez most pont kifogtam egy jó időpontot, mikor éppen nem jött semmi. És akkor valahol errefele van a bejárat. És akkor már csak meg kell keresni a kis vasútat, és utazni vele. És ezt nézzétek, itt van a kis vasút hálózat. Jó kis 9 kilós függöny kardissinek. És itt még tovább ágazik, hát nem tudom mennyi részét lehet bejárni. Aha, és itt a vége. És még itt is megy kifele. Érdekes, hát ugye ott ki volt írva, hogy pénztár, de nem volt ott senki. Aztán most, hogy errefele fog menni, itt kihallastul, ami a másik irányba, mert arrafele is vezetnek a sinek. Ez jó kérdés. De hát nézzétek meg, ilyen felépítmény. Ezek bizony a legkisebb 9 kilós sinek. És errefele lehet kimenni a nyílt vonalra. Ott is van egy gizemi csille, na azt megnézem. Még csillék is vannak, meg ilyen. Ezek gondolom, ezekbe viszik a halakat. Itt van az egyik mozdony. Ezek meg a halpulmanok szerintem. Ez a minőségi feláras első osztályú halaknak. Elég érdekes ott a vonalvezetés, ezt nézzétek. Van benne egy kis ökölhúgy. És ott van a háttérben a másik kis vasúti ág. De azok ott összefonódnak. És szerintem itt a hálózat azért nagyobb is. Tehát itt az összes, mert itt több horgásztó van, és szerintem mindegyik felé vezetnek vágányok. Az persze nem biztos, hogy mindet használják is. És nézzétek, itt van még egy kicsi illéskocsi. Ez viszont a munkavonat. És itt errefele még folytatódnak a vágányok. De ez már üzemi terület. Itt vannak errefele a halastavak, és ezek még a kisebbek ott a háttérben vannak, nagyobbak is, és valószínűleg azt is megkerüli a kisvasút, és nézzétek csak, itt erre megy tovább. És ott van még egy érdekes jármű, azt mindjárt megnézem közelebbről. Hát ez is egy kibelezett mozdony, úgy látom. És itt pedig van egy fűtőház. Hoppá, megy a háttérbe egy vonat. Szerintem az a következő Intercity. Na és itt van egy komplet szerelvény, valószínűleg minden napokban ilyeneket használnak. Itt egy vontatójármű. Ezt most meg nem mondom így ránézést, hogy milyen típusú mozdony. És hát pődekocsi. A szállításra. És hát errefelé is ott lesz majd a végállomás, plusz majd fél óránként indul. És arrafele van a végállomás. Minden egész órában indul innen egy vonat. És minden 30,
minden óra 30. percébe pedig a túloldali végállomásról. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy kimegyek a másik végállomásig, és onnan visszasétálok. És jön a vonat. Ezt nézzétek. Négy kocsival van, és mind tele van. És itt van a hetes. Hetes számú vontató jármű, és a szerelvény, ami a következő órába fog indulni innen. Úgyhogy lassan helyet is lehet rajta foglalni. A praktikus, amik a leghátsó kocsiban, onnan lehet legjobban videózni, feltéve, ha még van hely. Thank you.
hátába. Nézzétek, errefele haladnak még tovább a vágányok. Egyébként egy olyan, mint egy másfél kilométerre még tovább megy egészen a... Van ott egy műút, hogy az autópálya, most pontosan nem tudom, mi az egy sima közút vagy autópálya, de valami még ott. Ott van itt az egésznek a hallgazdaság végén, és addig elmennek a vágányok. Ja, errefele is vannak halastavak. És gyakorlatilag minden tóhoz el lehet jutni. Kismese úton, és a teljes vágányhálózat járható. Ez van egy kilátó, de az le van zárva, úgyhogy onnan kilátni most nem fogunk. Hát ezt nézzétek meg, itt azért van egy kis vágány kivetődés. Viszont innen legalább jobban látszik ez a kiszáradt tó is.
kevésen belezoomolva azért még jobban látszik. Nem semmi. Hát nem csoda, hogy errefele meg már megyünk el. És itt van errefele, amerről jött a kis vonatunk. Egy váltó. Nyilván helyszíni állítású is. Itt csak egy csonkavágány van. Hát ez arra volt jó, hogy körül tudjon járni a mozdony. Ja, és ebben az épületben egy időszakos ilyen madárkiállítás működik. Azt is megnéztem, csak ott nem videóztam, és most már nem tudok visszamenni, mert nálam ott be lett zárva, csak erre az időre lett megnyitva. Viszont ide lehet menni a tóhoz. Hát ameddig a csoport lement a tóhoz, addig én kisétáltam valameddig a nyílt pályára, néhány száz métert előre. És itt egy 5 km per órás lassú jel. És még ez a tábla is egy régi sínszálon van. Egyébként arról fog jönni a vonat hamarosan, és akkor azzal vissza. És akkor a kilátás a Nemzeti Parkra. Innen talán jobban látszik, viszont elég rosszok ez a kilátó, úgyhogy csak óvatosan lehet rajta lépkedni. És arra vannak a sinek. Megyek is le, mert nagyon nyeklik itt mindenfele. Nem véletlenül volt kiírva, hogy felmászás csak saját felelősségre. Hát a vörös négyzet kim van, úgyhogy arrafele már lehet menni. Gemelink sín. Jaj, a sín is elfogyott, igen, jobban megnézve, igen, hogy a vágány is eltűnt. Gemelink sín.
szállásom kell is. Át kell állítani a váltót. Hát arról jöttünk, és erre megy a tengelyen.